60 napra bezártak egy pékséget a rendőrök, miután az időseknek biztosított idősávban egy 65 évnél fiatalabb vevőt szolgáltak ki. A vásárló maszkban lépett be a boltba, majd nem sokkal később a rendőrök igazoltatták, és kiderült, hogy 60 éves, ezért tiltott időben vásárolt. Nagyatádon egyébként a kiállási tilalom első napján 8 óra után nem sokkal büntettek meg a rendőrök egy nőt, aki az édesanyjához indult, hogy a gyerekeinek elhozza az ott főzött ételt. Ez az a pékség, amelynek eladója kiszolgálta a 65 év alatti vásárlót. A bolt tulajdonosával telefonon beszélt stábunk, ő azt mondta, hogy valóban bezáratták a boltját 60 napra, de az ügyvédje azt javasolta, hogy egyelőre többet ne nyilatkozzon a sajtónak. Sajtóhírek szerint miután a 60 éves vevő maszkban bement, nem sokkal később már a rendőrök is ott voltak, akik igazoltatták és intézkedtek. A boltot 2 hónapra bezárták. Egyedi eseteket nem minősítünk, hiszen a körülmények részleteit nem ismerjük. A jogszabályok szerint mind a maszkviseletet, mind a 19 órás zárási időpontot, mind pedig a 65 év felettiek kiszolgálásának idősávját a rendőrség is ellenőrizheti. A kereskedelmi hatósággal azonos jogosítványai vannak. A rendőrök ebben az esetben azonnal 60 napra bezárták az üzletet, annak ellenére is, hogy az eladóknak nincs jogosultságuk a vásárlók életkorát ellenőrizni, maszkban pedig különösen nehéz megítélni, hogy mennyi idős lehet. A városban az is elterjedt, hogy valaki szándékosan alakította a helyzetet úgy, hogy lebukjon a pékség. Nagyon sajnáljuk, hogy bezárt a pékség, mert nagyon finom volt a pékáru, és friss volt mindig, bőséges volt a választék. Igazából szerintem szomorú dolog, hogy egy pékséget így próbálnak tönkretenni, lehet, hogy szándékosan. Az ügyben a rendőrök egy rövid közleményben annyit közöltek, hogy ők állampolgári bejelentés alapján mentek a helyszínre, és azt követően intézkedtek. Nagyatád egyébként a 8 órás kijárási tilalom bevezetésekor arról lett híres, hogy itt büntettek meg 30 ezer forintra egy anyát, aki az édesanyjához akart elmenni, az ott megmaradt ételért este 8 óra után 10 perccel.